Sziasztok, Sózsdáid vagyok, vállalkozó, befektető és üzleti mentor. Ez itt a Vidal Bullshit interjúk, és képzeljétek el, hogy a mai vendégem, Avidor András, aki nagyon sok mindennel foglalkozott élete során, ugye BNI-nak a Magyarországi és Szlovákiai BNI-nak a vezetője, vállalkozó, és mellette azért elég komoly dolgokat ért az életben. Üdvözöllek, András, köszönöm, hogy itt vagy. Én közben a meghívást is üdvözlök mindenkit és hát remélem, hogy egy jó beszélgetés lesz, amit fogtok élvezni. Én, én, én nekem az, egy, az első álmom az az volt, hogy pilóta legyek, aztán é, kimentem külföldre, ott é, helikopterpilóta lettem, nagyon sokat repültem, és aztán pedig volt egy leírtam Barcelonába, hogy mi okoz nekem boldogságot, mikor voltam utána boldog, milyen, mi az, ami nekem örömet okoz, milyen céljaim vannak, és láttam, hogy a, a pilóta szakma ezt már nem fogja támogatni a következő években. És leírtam, akkor nagyjából mivel foglalkoznék. Embereket segítenék, de, de szervezett módon, ami mérhető, de valami olyasmit, ami mindenki azt mondja, hogy lehetetlen, nehéz megcsinálni. És pár hétre megtalálta a BNI ajánláson keresztül, három két kontinensen ment keresztül, amit megtaláltak, három különböző nyelven ment keresztül. És, és így, így találkoztam a BNI-jal akkor még külföldön 2007-ben. De amikor elmentem megnézni az első BNI találkozót, imádtam a hangulatát. Semmit nem értettem. Semmit nem értettem. Ez körül, körülbelül olyan lehet, mint az ember elmegy először Dél-Amerikába szórakozni, hogy megy valami szajsz zene, semmit nem értesz a szövegből, senki nem tud veled beszélgetni, de az a hangulat, ami ott van, az tetszik. Jó a feeling, igen. Jó a feeling. És akkor itt is ugyanez volt, hogy láttam, hogy ez valami profi, nagyon jó, mindenki boldog, és aztán elkezdtem tárgyalni a tulajdonosokkal, ugye ez egy amerikai egy globális franchise, és amikor elkezdtek kérdezni az alapkérdéseket, hogy egy globális franchise cég, hogy akkor András, miből gondolsz, hogy önnek sikerülni fog Magyarországon egy franchise-t indítani? És hát mondtam, hogy hát abból már döntöttem. És mondtak, hogy ez tök szép, meg ez egy, egy cuki, úgy 27 éves, hogy mennyi, mennyi, akarat, meg gondolat van bennem, de hát mégis akkor mennyi kérdések, a screening, ez a megszűrő kérdések, és akkor idén alapok, hogy akkor mióta van vállalkozás a Magyarországon? Nincs. Milyen kapcsolati rendelkezik Magyarország? Most ismertem négy ember. Milyen szakmai tapasztalata van ezen a téren? Nincs. nem volt egy jó jelölt milyen, anyagi biztonság, milyen anyagi tartalékkal rendelkezik a vállalkozás üzemeltetéséhez? Nem rendelkezik. És akkor mentünk még a dolgok, és felé felén az ember, és hogy az érti, hogy itt valami baj van a válaszokkal hajlandó volt a magyar tulaj 10 percet találkozni velem, vagy negyed órára egy szállod a haljából, mert ment egy gálára, és tényleg jött le, és mondta, na jó, akkor most üljünk le gyorsan. És, és ott sikerült átbillenteni. Hm. Amikor annyira nem volt nehéz, mert rengeteg pénzt fizettem neki azért, hogy én elkezdhessek neki dolgozni egy nagyon minimális jutalékért, úgyhogy minden kockázat kiadás rajtam van, hm. és akkor nagy nehezen, nagy nehezen é, é, belement. És hát így indult el a BNI. És miért volt te ennyire biztos a dolgodban, hogy ennyi pénzt, ennyi időt, ennyi energiát rászánsz? Tehát tudtam, hogy dolgozni tudok, tudtam, hogy a tanulási képességem az nagyon magas, és, és, tudtam, hogy végül általában ezen a kettőnek mindig van eredménye. És természetesen volt egy exit plan, hogy, hogy mi van akkor, hogyha, ha elfogy a pénz, akkor mit csinálok, mikor megyek el, vállaltam egy plusz munkát, tehát csináltam ezt, és közben dolgoztam, hogy, hogy azért föntartsuk ezt az egészet. És az a napi 12-14 órával el lehetett indulni. Nagyon-nagyon ritka, főleg ha magamból indulok ki. Jó párszor be kellett buknom ahhoz, hogy sikereket kezdjek el elérni. Szóval szerinted ez miért van? Türelmetlenség. De röviden azt, azt, lehet, azt látod, hogy nagyon lebutítom, akkor négyfajta megközelítése van a vállalkozásnak. Az egyik az egy, az egy erővel, munkával nagyon tudatosan, nagyon törtetve, bármiáron, csinálom és elérem az, az eredményemet, de ez, ez nagyon szisztematikus, tehát nem nagyon nagy erő befektetéssel. Van a másik hozzás, amikor mindent a, a kapcsolataimon keresztül akarok elérni. Hogy jó hangulatban én majd fölhívom, vagy elintézzük barátom, minden meg lesz oldva, ez nem butizás, de tényleg van, nagyon sok ilyen barátom van. Tehát egy Excel táblát nem látott. Tényleg, az, azt, hogy ő rendszerrel dolgozzon, tehát azt, hogy még fél fel kell, és elkezd dolgozni, az nem, kávézunk egyet, följön a Tomit, és akkor domálunk kettőt, és lesz ebből is üzlet. Van a harmadik, amikor valaki állandóan azzal foglalkozik, hogy másoknak jó legyen, hogy a, hogy a könyvelésük rendben legyen, az, a, minden a, meg legyen oldva. És van a negyedik hozzáállás, amikor rendszerben hisznek, rendszereket heggesztenek. Tehát ez, ez, ez a négy módja van, hogy megközelítsd a változásod építését, ennek a különböző kombinációi, de van egy probléma. A tempó, a, a, amit diktálsz. És ez a trükk, Dávid, hogy, hogy a, a, a legtöbb ember, aki nagyon törtető, nagyon gyorsan, nagyon nagy célt akar élni, mert bizonyítani akar egyfolytában. Magának, a barátainak, az anyukának, az apukának, valakinek. És pont az ellenkezői térje el, mert ha elírja azt az irracionális célt, a többiek még mindig úgy gondolják, hogy ez szerencse volt. Hm. mert irracionális. Ez azt jelenti, hogy ezt bemákolta, ez csak a csoda kategória, ez a lehetetlen kategória volt, de bejött neki, mert pont Covid volt, pont nem volt Covid, pont háború volt, pont nem volt háború. Ezzel szemben az az ember, aki racionálisabb célokat tűz ki, mindig lehet grandiózus, de nagyon tudatosan, és nem egyedül viszi véghez, hanem hm. csapattal, az élmény is sokkal nagyobb, és maga a, az a fajta eredmény is sokkal hitelesebb. És nálam ez volt a különbség, hogy amikor ezt elkezdtem belátni, én nem buktam, hál' Istenek, soha pénzt, nem buktam vállalkozást, nem voltak brandben ilyen, úristen, most van baj van a brandünkkel, nem kellett egy telefonszámot várni, csak e-mail címet, semmit. Hmm. De ez mind azért volt, mert így is van egy tempunk, de az egy csapatban van, tudatos, mérhető és egy biztonsági, ebből a szempontból biztonsági játékos vagyok, hogy nincs kilevőségünk, nincs hitelünk, mi abból fejlesztünk, amit megtermeltünk, nem azt mondom, hogy könnyű mellettem dolgozni, de az a tempó magamhoz képest nagyon lassan tűnik, de sokkal-sokkal több elégedettséget hoz, és sokkal kisebb a kockázata. Hm. És én ugyanezt tudom itt is mondani, hogy, hogy nincs könnyű út, hanem hosszú út van. Ha valaki gyorsan akar eljutni valahova, menjen egyedül. Ha valaki messzire akar eljutni, akkor a csapatba kell menni. És a csapatnak az, hogy egy csapatot fel tudj építeni, ez a világik legnehezebb dolga, és ez a vállalkozásodban lévő külön vállalkozás. Hmm. Tehát, hogy az eleinte szakember vagy, és a szakmád a foglalkozó. Utána szakember vagy, és szak, szakember fejlesztő, fejlesztő a cégedet. Utána vagy szakember, szakember fejlesztő és egy mini vezető, mert már van egy asszisztensed. Tehát akkor meg kell tanulni a szakembernek lenni, Fejlesztőnek lenni és egy mini vezetőnek lenni. Ez már három különböző iparág vagy, vagy irányzat, és mind a háromban egyre jobbnak kell lenned, addig, amíg valamelyiket nem adod. Tehát vagy felveszel vezetőt, vagy felveszel szakembert, vagy felveszel cégfejlesztőt. Tehát én azt mondani, az előre az lefelé van. Hmm. Tehát amikor úgy gondolod, hogy most a cégedet fejleszted, akkor neked sokkal nehezebb lesz. És ez az, amit az emberek nem fogadnak el. Azt hiszi, hogy azáltal, hogy rálépett a cégfejlesztések az útjára, toborzok, fölveszek, csinálok dolgokat, nekem könnyebb lesz. Nem lesz. Nem lesz. Amikor én egyedül dolgoztam, é -é, nagyon sok pénzt kerestem, és nem kellett halára dolgozzam annyira magamat. Amikor elkezdtem a cégemet építeni, akkor a következő 5-8 évben fokozatosan sokkal, sokkal, sokkal többet dolgoztam, mint bármikor, amikor voltam, és az 5-8 év után jutsz el oda, hogy ott vagy, mint ahol egyedül dolgoztam. <laughs> és ezt az előre lefelé van fajta dolgot, ezt az emberek nem hajlandóak megélni. De ezt látni kell. Tehát a kínai nagyfalat is nekiálltak építeni, frissítették, építették, összeomlott, építették. De volt egy, volt egy vízió felé, hogy hova jutnak el. És amíg ezt az előre lefelé van, nem hajlandó az ember elfogadni, az sos sosem lesz vállalkozása vagy vállalata, hanem hmm. lesz egy jól működő, hatányért pörgető, egyszemélyes mágusa. De ha a rendszert akarsz építeni, akkor ezt el kell fogadni, hogy 3-5 évet nagyon sokat fog szenvedni. Hmm. Nagyon. És az előre az lefelé van. Ezt, 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 ezt megélni, aki ezt valaha végigcsinálta egyszer, a vállalkozásoknak 12%-a tudja ezt végcsinálni. 11,7 millió vállalkozóból ez azt jelenti, hogy 180 ezer vállalkozásnak sikerül. Ennyi. És mi végül a, az eredménye? Ott vagy 10 évvel később, vagy 14 évvel később. Mi az eredménye? Van egy stabil rendszered, ahol a bevételed jön, van egy csapat, akire büszke vagy, akit szeretsz, ez kb. 10-12 év, és van egy olyan megélhetésed, ami akkor volt, amikor egyedül voltál, de ma már nem függ, tűr, nem függ, nem függ a megélhetésed önmagadtól. Mm. de És ezt hívjuk mi szabadságnak. De innentől kezdve az, hogy az időd, amit csinálsz, az anyagi forrásaid, amit csinálsz, mire mennyi pénzt vagy időt szállsz, szabad akaratod van. Mm. Ami az egyszemélyes vállalkozóként nincs meg. De, de ha ezt létrehozod akkor ez a szabad akarat megvan. te döntöd el, hogy mit akarsz dolgozni a cégétbe, ha akarsz dolgozni. Te döntöd el, hogy, hogy hogyan tölted a szabadidődet. Te döntöd el, hogy mit csinálsz. Te, dönt, te dönthetsz az egészségedről. Hogyan nézel ki. Te, mindenről te döntesz. Függetlenül. Hm. Ez a szabadság. Onnantól indul, amikor eldöntötted, hogy egy tudatosan fogsz vállalkozni, és abból vállalatot fogsz csinálni. Hm. Azért mondtam, hogy van az első három, amikor csak imádod az, hogy jól csinálsz dolgokat, Igen. mint szakember és van még három év szenvedés. Igen. Tehát, hogy, hogy, valahol abban az a tájkán van, ebbe az első 5-6 évben, amikor azt mondja, na jó, akkor most már buktam, vagy nem annyira, vagy én már, és azt szeretném, hogy ez működjön, akkor is, amikor éppen, amikor eldöntötted, hogy egy tudatos módon fogod ezt építeni, mm. onnantól kezdve ad hozzá ezt az 5-8-10 mm. évet. Én mondok még valamit, néha nem kell teljesen jó kiképezni a vezetőséget. Fölvezet és azt mondod, hogy srácok, tök jól lenne, hogy lenne időm kiképezni benneteket, tök jól lenne veletek foglalkozni, de most nincs. Hmm. Bízom bennetek, hogy megtaláltuk a megoldást, lehet, hogy ez annak a kárára is fog menni, hogy nem lesz abszolút eredmény a cégnek, egyet kell, ne legyen veszteséges, és egy hmm. év múlva találkozunk. Néha ilyet is kell bevállalni. Az bátor. <laughs> Igen, hát nem, de, de, ja. É, annyit azért el neked, hogy nagyon sokszor az ilyen kecsegtető új dolgok, é, nem azok. Hmm. És néha, hogyha stabilan fókuszálsz egy cég, az a jóból kiváló című könyv is benne van. Igen. Ha fókuszálsz valamire, meg van piaca, csak még építeni kell, hosszú távon lehet, hogy jobb lesz. Tehát addig kifejezetten élvezem, tök jól jönnek az eredmények, a egyre jobb építést, benne. Igen. Pontosan. És utána az üzemeltetés meg halálunknak. Így követ. van. Így van. És utána valamit muszáj váltanom, mert hogy különben kiégek. Akkor kettő dolog. A az egyik, amit mondtam az előbb, hogy a kijelentő mondataidban vannak a legnagyobb gátjait. Ez egy baromság, hogy megunod három hmm. év után. Meg akarod unni. Hmm. Mert szorongással tölt el a jelenben való lét. És az üzemedet is az jelenben van. És arról az egy szorongás, hogy úristen, miről fogok lemaradni, ez nem elég vagány. Befásulok, ön lesz, mint a többi ember, ül egy irodába, és ugyanazt csinál minden nap, és ettől rettegsz. Ez, egy, ez a, a egy hetes karakter, vagy ha most sorolhatnék 86 ezer másik meghatározást, de hát tényleg érdemes, én is jártam pszichológushoz, hogy megértsem, hogy ugyanaz volt bennem is, hogy ugyanazokat hmm. mondtam szó szóval szerint, két év után belerülök ebbe, és azt tudod, elkezdtem vizsgálni magamat, és itt tényleg? Nem, csak hát egyszerűen ez egy gyerekkorból hozunk valamit, de ez, hmm. ez, egy másik téma. De azért vizsgáld meg ezeket a kijelentő mondataidat, lehetőség sokat fog segíteni. A másik, hogy én például eh, imádok kreatívnak lenni, és én az, a saját cégeimben a stratégiai és termékfejlesztésért szoktam általában felelni, a cégcsoporton belül is, és van külön mennyi, ilyen megbeszélés, ha két havonta vagy havonta van, és negyed évente riportunk az ügyvezetőnek vagy az adott vezérigazgatónak, és rendesen alatta dolgozom. De én ott kiélem a maximum kreativitásomat, leírom azt, hogy mi az, amit mi csinálnánk, te, csinálnánk termékfejlesztést, beadjuk az ügyvezetőnek, a nagyon sokszor azt mondja, hogy köszi a raktárba és majd előhúzzuk két év múlva. Hmm. És ez ő döntése, és ez nem cseszem szét a céget, hogy állna jövök az újabb és újabb ötleteimmel, hanem ők ott van egy rengeteg ilyen dolga, amit kidolgoztunk, ez nagyon sok mind azért releváns, meg, trend alapú, de hogy, hogy így mindenki jól érzi magát, mert nem zavarom az operatív munkát, viszont előre dolgozom eléjük, és ez nagyon sokat ad egy cégnek, hogy van valaki, aki a következő 3-6-12 hónapban dolgozik, egy kis csapattal, és, hogy hogyha egy krízis van, akkor van egy ilyen, ez egy krízis csapat is egyben, azonnal van egy, aktív csapadó, aki vizsgálódik, te pedig közben töltsen a napi operatív dolgaidat. Hmm. Tehát ez egy megoldás volt nekem, hogy a, az állandó vágyamat, hogy alkossak, az meglegyen, de mégsem teszem tönkre a cégeimet, vagy mégsem váltok minden évben másik céget. Hmm. Tehát ez egy win-win. De, de nekem is be kellett lássam, hogy nekem ez tök, tök, egyszerűen abból fakad, hogy szorongtam attól, hogy hogy a, a rugalmatlanság, vagy az, hogy nekem egy dolog, kell foglalkozni, az megöregedés, és én nem akarok megöregedni, és úgyis elhajna az agyam, hogyha ezeken foglalkozni, Rengeteg ilyen mondatom. Hm. És ezt megvizsgálok, hogy ezt megvizsgálod, akkor utána rád döbben, ezek ilyen. ezeken hm. tökéletes. Cuki meg aranyos, de ez mégsem igaz. Ma egy kérdésem hozzád. Szerinted lesz gazdasági fellendülés? Persze. Okay. Szerinted a, a mostani gazdaság száz éven belül? Megduplázódik? Persze. Oké. Okay. Szerintem a következő száz évben lesznek időszakok, amikor korrekció van a piacon. Nyilván. Vannak olyan vállalkozók, akik mind a lefeléből, mind a felfeléből tudnak érvényesülni? Vannak. Te melyik csapatba akarsz tartozni? Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Remélem, hogy lesz még lehetőségünk folytatni, Biztos. és sok sikert kívánok neked. Köszönöm szépen nektek, és ez sok sikert mindenkinek. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, reméljük, hogy tetszett, hogyha igen, kérlek, nyomj egy lájkot, meg nyugodtan küld el barátaidnak, iratkozz fel a csatornára, hogy hasonló tartalmakra vágysz, és remélem találkozunk a következő videónál. Szia!